Közös hullócsillagnézésre invitált a pénteken este a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kollektívája a Kiskörösi Múzeumbarát érdeklődőket a szülőház udvarára. A szervezők a hullócsillagnézést egy kötetlen baráti beszélgetésekkel tarkított rendezvénynek szánták. A múzeum, a költő szülőháza az valahogy egy megszentelt hely, és amikor invitáljuk a kiskörösieket, akkor mindig valami komoly dologról van szó, komoly irodalomtörténész vagy történész előadására, vagy olyan megemlékezés, ami ugye a költő életrajzához kapcsolódik. Éppen ezért egy kicsit formavontóak szerettünk volna lenni, és a csillaghulláshoz invitáljuk, vagy a csillaghullás nézésre invitáljuk a helyieket. Számítunk azokra, akik egyébként is bejárnak hozzánk a múzeumban, egyébként is részt vesznek a programjainkon, és most egy ilyen kis baráti beszélgetést szeretnénk. Tehát nem készültünk külön programmal, egy pici vendéglátás van csak, de azt gondoljuk, hogy ha annyi hasonló érdeklődésű ember összejön egy helyen, akkor abból csak valami jó dolog sülhet ki. Ne válasszunk magunknak csillagot, teszi fel a kérdést Petőfi Sándor Erzsikének a Négy Ökrös Szekér című versében, és választottak maguknak csillagot. Petőfi valahogy mindig aktuális. Én nagyon sokszor járok úgy, hogy elkezdem olvasni a Petőfi kötetet, a Petőfi összes verseit, és mindig találok valami olyan verset, ami pont arra a helyzetre, pont arra a szituációra érvényes, és ez ugye a Négy Ökrös Szekér is arról szól, hogy bizony csillagokat keresnek Erzsikével, az egyik plátói szerelmével, és akkor ez lett ennek az esnek a mottója. A népi hiedelem szerint, ha egy fényes hullócsillag láttán kívánunk valamit, az rövidesen beteljesedik. Aki még nem tudja, mit is szeretne kívánni, még van egy kis ideje, hiszen a perseidák meteorraj augusztus 20-án hagyja el a Földet.